És ugye amit az amerikai keltek kitalál, azt a Smith & Wesson finomított formában a piacra dobja, mint például a dupla csőtáros sörétes puskát, vagy a 30 lőszeres tárral szerelt 22-es Magnum pisztolyt. Ez a Smith & Wesson megoldása. Egész jó a fogása a lőszer alakjához képest. Belső kakasos single action, tök jó sütéssel, kétkezes szárakasztó, kétkezes biztosító. És ami ugye érdekesség ezeknél, hogy valahogy működjön a 22 Magnummal, a töltényűr az mozog, tehát az egyfajta egy nagyobb impulzust ad hátrafele az acélszárnak. De itt ez nem csak a töltényűr mozog, hanem az egész cső. Van egy kis késleltetés a víz, és csak utána nyílik szét, tehát ugye elindul, nagy impulzust ad, és hanem megy tovább. Így nem szorul be a hosszú hüvely a csőbe. Ugye egy újabb visszatérése a 10 mm autónak, a Smith & Wesson MP sorozat is van már ilyen kaliberben, és ez pedig annak is a Performance Center változata, amin integrált kompenzátort helyeztek el, ugye ami a csövön is ott vannak a nyílások, amit lefele nyomja a gáznyomás, és ugye növelt magasságúak a irányzékok, aminek nem tudom, mi értelme van, hiszen ugye erre nem tudom pont hangtompítót tenni, hanem ez hangosan. Azért, és ha talán azt, hogy a red dotot teszek rá, akkor ugye egyszerre tudjam használni mind a kettőt. Egyébként egy teljesen korrekt kis MP, mint a többi, csak vastagabb a markolata, 10 mm autó miatt. Smith & Wesson MP-t is megcsinálták 5,7x28-as kaliberbe. Ugye ő az FNP90-nek meg a 57-nek a lőszere, látszik az alakján is, 22 lőszeres a tárja, nem is variálható markolatban, pedig kisebb jó lenne. A fegyver az ugye forgócsöves reteszelésű, rövid csőhátrasiklásos, és ott látszik, hogy elfordul a cső, és visszafordul a retesz. Nagyon kicsi egyébként ez a reteszelő felület. Ugye nagyon kicsi a lövedéktömeg, viszont nagyobb nagy a gáznyomás, tehát azért kell egy pici. És a pisztoly az belső kakasos, csak single action. És ugye itt ebből is van biztosítós és biztosítótlan verzió, ez a biztosítótlan. Ezen a Smith & Wesson 442-es snubbin nem az az érdekes, hogy mi van rajta, hanem hogy mi nincs rajta. Nincsen rajta gyerekzár, amit ugye még a Clinton kormányzattal kötött megállapodás miatt volt szükség rátenni a Smith & Wessonokra. Tehát ez visszatért ahhoz, ami a 90-es évek előtt volt ezek a fegyverek. És ez van kiemelve, első pont. No internal lock. Az USA-ban nagyon sikeres a Beretta török leányvállalatának, a Stögernek az STR pisztoly sorozata. Itt látunk egy csomót belőle. Ugye van full size, kompakt, taktikai 45-ös, 40-es, 9-es para. Ez pedig a legújabb családtag, az STR 9MC, vagy mikrokompakt. Ugye ez azért mikrokompakt, mert ennyire lapos. Hasonlítsuk össze a normál kétsoros táros pisztolyjal. Mind a kettő 9 mm-es, rügyjárt. Viszont ez is kétsoros táras, 11 darabos kapacitással. Tehát gyakorlatilag egy lapos zsebpisztoly. Ugye a Glock felépítéssel, de sokkal vékonyabb, mint egy Glock 26, és alig vastagabb, mint egy Glock 43. És egyébként kurva jó fogása volt. Ez egy nagyon jó kis pisztoly. Optic Ready. Ez jó. Ez faszom. De nekik nem volt van, nekik a szán oldalában. A Glocknál ugye nagy design váltásokra és újdonságokra itt kellett számítani, hiszen ők finoman építkeznek és fejlesztik ugyanazt a design évtizedek óta. Most egy érdekesség tűnt föl, ez most egy Glock 49-esen van, de valószínűleg minden 90 mm-es meg 40-es Glockra rá lehet tenni. Egy felhúzás segítő toklezáró műanyag elem. Ugye, ha fölülről megnézzük, ez egy ilyen fülként viselkedik. De azt is el kell mondanunk, hogy ezt ugye nem ők találták ki, hiszen egy piros H és K betű felsoroló cégnév, egy SFP 9-es pisztolyon, ezt már pár éve kapható. A
Kimber revolver családjának a legújabb tagja. Ez egy szuper könnyű, 6 lövetű 38-as zártok szerkezetes double action only revolver. Ugye a többi része az rozsdamentes acél, ugye ez a K6XS 38 speciál plusz, ez gyakorlatilag a Cold Detective speciálnak egyfajta koncepcióbeli újraélesztése. Nagyon, tényleg, nagyon jó sütés van, nagyon kényelmes, abszolút a kéne kategória. Már Magyarországon lenne ennek különösebb értelme. A Kimbernek nagyon sok M1911 klónja van, ezek többsége azért a klasszikus felépítést követi. Ez a piszta viszont ez egy újragondolás, kifejezetten kétsoros tárás 9 mm Luger kaliberű önvédelmi pisztolynak készült. Látható, hogy alumínium tokos, nem működik a markolatbiztosítója, mert nincs neki. Sokkal laposabb, mint egy M1911, pedig ugye az is lapos, tehát mondtam, ez ugye egy klasszikus. És vékonyabb a szánja, mondjuk ez 45-ös, akkor is. Bulcsővel könnyű, kellemes sütésű, red dot előkészítés, de az ma már mindenem van. Aki szereti az M1911 platformot, de egy könnyebb 9-es pisztolyt akar, azoknak próbáltak egy ilyennel. Pár évvel ezelőtt volt egy Hudson H9 nevű pisztoly, ami nagyon hasonlított külsőre ehhez. Na, az a cég az csődbe is ment, mert nem sikerült működőre megcsinálni a fegyvert. És utána a Daniel Defense nevű minőségi AR-15-öket gyártó cég megvette a szabadalmat. És a pisztolyt úgy áttervezték, hogy azt hiszem 2 darab alkatrésze maradt azonos az előzővel, amik ilyen rugók és csapok. Tehát semmi más, minden mást átterveztek rajta, hogy működjön, és ellőttek közben 1 millió darab lőszert. Ugye itt is az a lényeg, hogy egy nagyon alacsony cső profilú fegyver, tehát ha nézzük meg, hogy itt a kezem, és mindjárt alig fölötte kezdődik a cső. Amúgy egy Browning cigreteszelésű lebillenő csövű, tehát annak ellenére nagyon alacsony, ugyanis ide a sátorvas elé integrálták be a helyretoló szerkezetet. Tehát gyakorlatilag egy emeletet megspóroltak egy hagyományos pisztoly elrendezéséhez képest. A fegyver az alumínium tokos, könnyű, kétsoros táras, talán 15 darab fér bele a tárba. Billentyű biztosítója az olyan, mint a fejjel lefele lenne, és a sütése az nagyon kellemes, jófogású, lapos pisztoly egyébként. Nyilván kicsit drága lesz, de ez egy igazi műszaki érdekesség az USA-ból, ami feltámasztottak végig is. Beretta a tavalyi évben újította meg a 80-as sorozatú pisztolyét, ez a 80X jelzést kapta. Most jutott el Európába, ugye itt a ára Európában 1015 euró, tehát elég húzós lett, mert ez mondjuk a Magyarországon magyar áfával, akkor ez egy 400.000 forint fölötti áru pisztoly. Ugye 9 mm Browning short kaliberű, szabad tömegzáras, fix csövű, tárkapacitása 13 darab lőszer, kétsoros táras, alumínium tokos, ugye az korábbi M80-as szériához képest van rajta szerelégsín, ugye a szánon van recézés, red dotot lehet rátenni, cserélhető a célgömb, de a legnagyobb változása az első szerkezetben van, ugye a DASA, nagyon jó a revolverezése, és a régi biztosító volt, ezen pedig fesztelenítő van, ami kétkezes, és természetesen persze biztosít is, a régi nem volt ilyen fesztelenítési opció, viszont ezt nem lehet cocked and locked hordani, ami az amerikaiaknak szívfájdalma, de szerintem ez így egy biztonságosabb pisztoly, és ezzel a tényleg jó revolverezéssel abszolút életképes lehet. Annak, aki mondjuk hátrúgás érzékeny, és megelégszik a 9 mm Browning short-tal. Igényes pisztoly egyébként.